Sziasztok, én Harmatné Márti vagyok, és szeretnék nektek egy gyors bemutatkozó videót készíteni, hiszen nagyon sok új követőm van, és a TikTokon is most már jelen vagyok, és nem igazán tudjátok, hogy ki vagyok, mi vagyok, illetve mi is az a Mártus házi konyhája. Nagyon röviden annyit mondanék, hogy van két pici fiam, akik 4 és 6 évesek már, és amikor ők kicsik voltak, 2019. januárjában, akkor indult az egész Mártus házi konyhája, illetve akkor még Mártus házi sütődéje volt, hiszen sütni szerettem nagyon. És az egyik barátnőm megkeresett akkor egy olyan kéréssel, hogy nem-e tudnék neki segíteni, hogy a kislányának szeretné a teljes kiflit elkészíteni, de nem, ő nem volt otthon a konyhában, és nem tudta, hogy hogy kezdjen hozzá ez az egészhez. És mondtam neki, nagyon szívesen segítek, leírtam neki a receptet, mondtam, hogy át is jöhet, megpróbálhatjuk, együtt megsütjük. És akkor jött bennem egy olyan gondolat, hogy mi lenne, hogyha a receptjeimet leírnám egy blogra, és hát ha ezzel tudnék segíteni azoknak, akik keresnek ilyen egyszerűbb recepteket. El is indítottam ezt januárban. Azonban akkor egyre többen elkezdték nézni, és jött egy olyan megkeresés, hogy ez tök jó, hogy leírom a recepteket, de nem lehetne azt, hogy videóformájában is bemutatom ezeket a recepteket, hiszen aki nagyon kezdő, annak nagyon sokat segít az, hogyha egy videóban elmondom, hogy mit és hogyan kell csinálni. Akkor azt mondtam, hogy ó, ha meg lesz az 500 megnézése a blogomnak, akkor elindítom. Ez egy hónap alatt meg is lett, úgyhogy februárban elindítottam a YouTube csatornát 2019. februárjában. Na most ennek a csatornának azóta szerencsére közel 17 000 követője lett. Sajnos most már kevesebb időm jut a videók készítésére, hiszen én is közben visszamentem dolgozni. Illetve ugye a gyerekek is itt vannak, és nekem is van családom. És ugye nekem ez az egész csak hobbi, de azért nem adtam fel. És igyekszem segíteni a követőimnek. Annyit kell tudni ezekről a YouTube videókról, hogy tényleg kezdőknek készülnek, tehát igyekszem aprólékosan lépésről lépésről elmondani, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát aki esetleg majd megkeresi ezeket a videókat, az látni fogja, hogy aprólékos videók, nem ezek az összecsapott videók, mivel tényleg az volt a cél, hogy a kezdőknek segítsek. És aki nem ismer, az ezt nem tudja, és ezért sokszor kaptam már meg kommentben, hogy túl aprólékos, minek kell ennyit beszélni bizonyos dolgokról, de nekem ez volt a célom, hogy ezt csináljam, úgyhogy nem szerettem volna azt, hogy elveszítse a hitelét azt, amiért én ezt az egészet elindítottam. YouTube-on, Facebookon, Instagramon, és most már ugye a TikTokon is megtaláltok. Mindenhol Mártus házi konyhája néven vagyok fent. Januárban elkezdtem egy életmódváltást, az volt a célom, hogy évvégéig 30 kilótól megszabaduljak. Ebből szerencsére már sikerült 23 kilótól megszabadulni. Nyilván nem adom fel és csinálom tovább. Ennek köszönhetően egyre több olyan videót, receptet is láthattok majd tőlem, ami életmódváltásos recept. A korábbi YouTube videóimban, illetve receptjeimben viszont nagyon-nagyon sok hagyományos, régi receptet találhattok, hiszen falun nőttem fel, nagyon sokat tanultam édesanyámtól, nagymamámtól, úgyhogy ezeket a hagyományos recepteket szerettem volna átadni nektek. Most az életmódváltásom során már igyekszem ezeket a recepteket átalakítani, és így továbbadni nektek. Remélem, hogy minél többen fogtok csatlakozni ezekhez a csatornákhoz, valamint nem szeretnék elmenni amellett, hogy van egy weboldal is, mártusházikonyhája.hu címen, ami egy egyszerű weboldal, én készítettem, nyilván nem értek annyira hozzá, de ahhoz jó, hogy a recepteket ott megtalálhatjátok. Igyekszem felrakni minden receptet, nem mindig sikerül rögtön, de igyekszem pótolni, úgyhogy ott is tudtok böngészni a receptek közül.
hogyha bárkinek bármilyen kérdése felmerülne, vagy esetleg lenne valamilyen ötletetek, tippetek, hogy miről szeretnétek videót tőlem, akkor írjátok meg kommentben, és igyekszem nektek azt megvalósítani. Én köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, és várlak benneteket bármely csatornámon, amelyiken csak szeretnétek, és várom, hogy megnézzétek a videóimat legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!